Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Fejlesztés. Jól halad a 100-szor szép bölcsöde bővítése. Újraindítás. A soproni szállodák is készülnek az újranyitásra. És megjelent a rendelet. 4 millió oltottnál újabb enyhítések lépnek életbe. Jól halad a 100-szor szép bölcsöde bővítése. Tavaly novemberben kezdődött meg a beruházás, melynek munkálatait egy sajtóbejárás keretében mutatták be a városvezetés jelenlétében kedden. A bővítésnek köszönhetően szeptembertől újabb 28 kisgyermek számára lesz biztosított a bölcsödei ellátás a megújuló intézményben. A kivitelezés körülbelül 60%-os készültségen áll a Szarvkői utcai 100-szor szép bölcsöde bővítésénél. Kívül a homlokzat színezését és a bádogos munkákat kezdik, illetve a kertrendezést. Beltéren pedig már az esztrikbetont is rakják. A fejlesztés eredményeképpen a 100-szor szép bölcsöde egy új épületegyüttessel bővül, amely két gyermekcsoport fogadására alkalmas csoportszobákat és a kiszolgáló gazdasági funkciókat foglalja magában. Az új épület szárny 2021. szeptember 1-ével nyitja meg kapuit. Ez azért nagy szó a város részéről, hiszen folyamatosan keresnek meg minket szülők bölcsödei ellátás igényügyében. Ezért mi nagyon hálásak vagyunk, mind a szülők, mind az itteni dolgozók, hogy lehetőség van bölcsödei férőhely bővítésre. A szülőkkel együtt már nagyon várjuk, hogy elkészüljön ez az új gondozási egység, ahol 28 gyermeket tudunk majd elhelyezni. Farkas Ciprián polgármester a helyszínen elmondta, hogy a soproni városvezetésnek a magyar kormányhoz hasonlóan kiemelt fontossággal bír a családok támogatása és a gyermekek boldogulása. 10 éve a polgári kormány van hivatalban Magyarországon, és mint tudjuk, mint az látható az elmúlt egy évtized munkája során, igen nagy hangsúlyt helyeznek arra a kormányzati intézkedések, és számos olyan csomag látott napvilágot, intézkedés csomag, amely arra irányul, hogy a kisgyermekeket nevelő családokat segítse. És nem csak a kisgyermekeket nevelőket, de a nagyobbacskákat is. Túl azon, hogy olyan intézkedések is szép számmal jelentek meg az elmúlt egy évtizedben, amik Magyarországon a születésszámot kívánták növelni, hogy kedvet adjanak a családoknak ahhoz, hogy gyermeket vállaljanak. Természetesen ezt intézményi háttérrel is le kell reagálni, és nálunk itt Sopronban az önkormányzat mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a gyermekeket nevelő családok számára olyan intézményi infrastruktúra és háttéret hozzunk létre, tartsunk fenn és biztosítsunk, amely lehetővé teszi, hogy minden gyerkőc a korának megfelelő intézményi szolgáltatást korszerű és egészséges körülmények között tudja igénybe venni. Ez a beruházás is, amely több mint 300 millió forintból valósul meg kormányzati és önkormányzati beruházás keretében, és 28 bölcsödei férőhelyet hoz létre, ezt a célt szolgálja, hogy Sopronban a gyermekvállalás az ne áldozatvállalás legyen, hanem csak elhatározás kérdése legyen. A jövőben is valósulnak meg kisgyermekeknek szolgáló intézmények, úgy óvodák, mint bölcsödék, önkormányzati és egyházi gondozásban is, hiszen jól tudjuk, hogy erre továbbra is nagy szükség van, és azzal számolunk, hogy a kormányzatnak a gyermekvállalást támogató intézkedései, azok a jövőben is érezteti fogják a hatásokat a gyermekszületésszám tekintetében. És ennek miután kívánunk menni az intézményi háttér vonatkozásában. A sajtóbejáráson a polgármester mellett Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint Tóth Éva önkormányzati képviselő is részt vett. Farkas Ciprián az eseményen köszönetet mondott minden pedagógusnak, bölcsödei és óvodai dolgozónak, hogy a járványhelyzet idején is példaértékű munkát végeznek. Ennek a hivatásnak az értékét mind az önkormányzat, mind pedig a magyar kormány elismeri és megbecsüli. A polgármester hozzátette, a magyar oltási programban is kiemelt figyelmet fordítottak az oktatási és nevelési intézményekben dolgozókra, akiknek az oltása gyorsan és gördülékenyen zajlott az elmúlt hetekben. A soproni szállodák is készülnek, várják már a vendégeket. A szolgáltatásokat csak védettségi igazolvánnyal lehet majd igénybe venni. A 18 év alatti személyek csak a védett személyek felügyelete alatt látogathatják a hoteleket. A szálláshelyek folyamatos takarításokkal és fertőtlenítésekkel készülnek a vendégek fogadására. November 11-e óta csak üzleti vagy oktatási céllal érkező vendégeket fogadhatnak a soproni szállodák. 4 millió beoltottnál új szabályok lépnek életbe, így a turisták előtt is megnyílnak a szálláshelyek. A szolgáltatásokat szigorú feltételek mellett vehetik majd igénybe a kikapcsolódni vágyók.
Az elmúlt napokban megemelkedett a foglalások száma. Eddig az utazással vagy oktatással kapcsolatosan jött vendégeket eddig is fogadtuk, tehát a jogszabályokat e szerint be is tartottuk. A turistákat pedig majd fogjuk kérni tőlük ugye az oltási igazolványt, igazolni kell magukat, ezek legfőképpen a felnőttekre vonatkoznak. Ugye 18 év alattiak, akik a felnőttekkel együtt érkeznek, ők nekik meg csak a korukat kell igazolni, nekik nem kell hozzá az oltási igazolványuk. A koronavírus járvány okozta kényszer szünet során több karbantartási és felújítási munkálatot is elvégeztek a szállodákban. A terasz korlátokat újítottuk föl, a terasz térelválasztókat cserélték ki, szigetelés történt, színezés van folyamatban kívülről, úgyhogy ezek azok, amik kívülről kifejezetten látványosak. Ami a belső teret érinti, a 6.-tól a 9. emeletig kibontottuk teljesen, annak a teljes felújítása van folyamatban éppen. Megszűnt egyelőre a drinkbárunk, aminek áthelyezése történik meg a közeljövőben, és mindezekkel a maradék 4 szinten, ami működik, szeretettel várjuk a vendégeket, május 21-én, pünkösd hétvégéjének péntekén tervezünk nyitni. A jogszabály értelmében a hotelekben tartózkodó vendégek nem kötelesek maszkot viselni. A szálláshelyeken tilos zenés, táncos rendezvényt tartani. Családi eseményen vagy magárendezvényen maximum 10 fő vehet részt. A soproni szállodákban a dolgozók egészségének védelmére is kiemelt figyelmet fordítanak. Az újraindítás részeként 4 millió beoltottnál a vendéglátóhelyek belső részei is megnyithatnak. A soproni vendéglátósok is készülnek a teljes újranyitásra, a vendégek csak a védettségi igazolvány bemutatásával léphetnek be a helyiségekbe. A Híradónk által megkérdezett soproniak elégedettek a nyitás lépéseivel. Sopronban is megnyithattak szombaton a vendéglátóegységek teraszai. A héten a beoltottak száma elérheti a 4 milliót, így a vendégek a belső tereket is igénybe vehetik. A székeket és az asztalokat a járványügyi szabályok betartásával helyezik el a tulajdonosok. Az üzemeltetők a védettségi igazolványok ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordítanak. Mindenképpen már a belépéskor ezt ellenőriznénk, hiszen onnantól, hogy a vendégtérből beérkezett, hogy ő a mosdót használja, vagy helyet foglal, vagy éppen rendel, vagy fizet, az az aktivitás már ettől függ. Úgyhogy mi erre gondoltunk, hogy mindenképpen ezt a lépést tesszük. Hát illetve a belső terünk nekünk viszonylag könnyen átalakítható, mobilis rendezhető, tehát mindenképpen távolabb fogjuk elhelyezni a szabályoknak megfelelően az asztalokat, és hát a kollégáink is rendelkeznek egyetlen egy kivételével a védettség, illetve oltási igazolványon neki is folyamatban van, tehát én azt gondolom, hogy ez kölcsönösen nagyon jól megoldható. Az általunk megkérdezett soproniak örömüket fejezték ki, hogy a 4 milliós beoltottságot követően újra igénybe vehetik a szolgáltatások széles körét. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, mert tényleg visszatér minden a régi kerékvágásba, úgymond. Nekem nagyon hiányoznak a benti evések, ivások, minden, szóval szerintem jó lesz. Szerintem ideje volt, mert a gazdaságnak is jó lenne egy kis fellendülés, mert ez az otthonlevés, meg hogy semmit nem lehetett használni, azért az már kicsit sok volt szerintem. Én legalábbis akikkel beszéltem, mindenkinek már ez sok volt. Úgyhogy a környezetem is, maga a családom is örül, hogy végre lehetünk. Fiam edzeni szokott, úgyhogy ő is szeretne az edzőterembe menni. A védettek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak reggel 5 órától este 11 óráig tartózkodhatnak a vendéglátóhelyek teraszain és belső terein. Azoktól a vendégektől, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, az étel és italfogyasztását az üzemeltető megtagadhatja. Készül az újranyitásra a Soproni Petőfi Színház és a Sopron Balett társulata. Egy kamaraszínházi előadással folytatják az idei szezont, majd a Padlás című nagy sikerű produkció kerül először a nagy színpadra. A nyitással egy időben meghirdették a Soproni Színház 2021-2022-es szezonját, amely a Szabadság évada nevet viseli. Ez folytatása az idei Hűség évadának. Benned a tűz, érzem. Harmadat öntöttem egy forrásba reggel, és levettem a ruhámat egész.
A római karnevál kamaraszínházi előadásával május 13-án folytatja az idei szezont a Soproni Petőfi Színház. A nagy színpadon május 21-én kezdenek a Padlás című produkcióval. A munka a bezárás alatt is folyamatos volt. Eddig sem álltunk le, folyamatosan végeztük a feladatunkat, televíziós játékoktól, az internetes megjelenéseken át, a rádiójátéktól, a segítő munkákon keresztül, az önkéntességen át, szóval sok mindent föl tudunk sorolni, hogy mi mindent csináltunk az elmúlt egy évben, jelen pillanatban is számos előadásunk van úgymond betárazva. Mindezzel egy időben a teátrumban meghirdették a 100 éves történelmi népszavazás jubileumi eseményeit követve a szabadság évadát. Ahogy a kormányrendelet megjelent, azonnal mi is bejelentettük a 2021-es évadot, ami Sopronban a szabadság évada lesz, elsősorban és kiemelt tekintettel a 100 éves centenáriumra, amikor is Sopron városa és a környező falvak úgy döntöttek, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni. A Soproni Petőfi Színház minden bérletes és jegyet váltott nézőnek lehetőséget biztosít, hogy májustól megtekinthessék az idei évad hátralévő színházi előadásait. A végéhez közeledik a medvehagyma szezon. Ilyenkor még bőséggel találni az árnyas erdők alján az ízletes növényből. Könnyen összetéveszthető azonban a gyöngyvirággal, mivel nagyon hasonlóak a leveleik, a fehér illatos virág azonban mérgező, ezért fontos, hogy körültekintően szedjük. Míg a gyöngyvirág a vázában mutat a legjobban, addig a medvehagyma a gasztronómiában hódít. A két növény ránézésre kísértetiesen hasonlít, de a gyöngyvirág mérgező, így annak fogyasztása veszélyes lehet. A két növény között a legfőbb különbség, hogy a medvehagymának van egy jellegzetes fokfagyaszeri illata, amit már itt a helyszínen is érzünk, hogy körbelengi ezt a medvehagyma mezőt ez az illat. A gyöngyvirágnak ilyen nincs. A leveleik hasonlóak, egytőből mindkét esetben két levél hajt ki. A medvehagyma esetében a szár végén nő egy fehér virágzat. A gyöngyvirág esetében pedig a száron több helyen találhatunk már a tőhöz közel is apró kis gyöngyszerű virágokat. Aki bizonytalan a medvehagyma meghatározásában, az inkább ne kísérletezzen a gyűjtéssel, hisz a növények összekeverése komoly gondokat okozhat. A gyöngyvirág minden része mérgező, enyhébb esetben hasmenést, hasi bántalmakat okoz, de nagy mennyiségű méreg szervezetbe jutás, akkor akár halálos is lehet. A gyöngyvirág csak orköz kedvelt anyák napi ajándék lehet, melyet előszeretettel szednek a természetjárók az erdőben. Azonban jó, ha figyelembe vesszük, hogy a Sopron környéki tájvédelmi körzet védett terület, így tilos bármilyen növény gyűjtése vagy leszedése. A következő napokban is változékony, szeszélyes időre számíthatunk, az időjárásról további részleteket híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, melynek vendége Vida Veres Imola énekes lesz, majd Pont neked című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió keddi híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Szerdán erősen felhős idő várható, és csak rövidebb napos időszakok lehetnek. A keleti és szél megélénkül, napközben 14 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön a napsütés mellett kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok. A déli-délnyugati szél élénk, többfelé erős lesz. Tovább melegszik a levegő, délután 20-23 fokra számíthatunk. Pénteken a napos időszakokat csak helyenként zavarhatja meg zápor, zivatar. Élénk erős légmozgásra, délután 19-21 fokra készülhetünk.